Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó az ATV. A dán kormányfő is azt javasolta a török miniszterelnöknek, hogy halassza el koppenhágai látogatását. Ezzel tovább mélyült a diplomáciai feszültség Törökország körül, amelynek minisztereit Hollandiába sem engedték kampányolni. Amszterdamban ismét vízágyukkal kellett feloszlatni az Erdoğan mellett tüntető tömeget, csak úgy, mint Rotterdamban. A holland kormányfő kizárta a bocsánatkérést, és arra intette állampolgárait, hogy ne utazzanak Törökországba. Így néz ki az ankarai holland nagykövetség. Az épületet a török rendőrség kerítette körbe fémkordonnal, miután két napja dühös tüntetők demonstráltak az épületnél. Az Erdoğan párti tiltakozók hasonlóan tettek Amszterdamban és Rotterdamban is. Petárdákkal és kövekkel támadtak a holland rendőrökre, akiknek könnygázt és vízágyút kellett bevetniük a tömeg feloszlatásához. Hollandia és Törökország kapcsolata az elmúlt napokban süllyedt történelmi mélypontra, miután az amszterdami kormány nem engedte meg a török külügyi és családügyi miniszternek, hogy kampányoljon az országban. Az ankarai vezetés a közelgő alkotmánymódosító népszavazás miatt küldte minisztereit Hollandiába, hogy az ott élő törököket is meggyőzze az ügy fontosságáról. A török vezetés felháborodott. Recep Tayyip Erdoğan nácinak nevezte a holland kormányt, és azt mondta, a fasizmus Nyugat-Európában van újraéledőben. Hollandia nem egy Európai Uniós országra emlékeztet, sokkal inkább egy banánköztársaságnak tűnik. A világ tanulja annak, miként oktatják ki Törökországot az emberi jogokról, a demokráciáról, a jogállamiságról, miközben ők ezektől az értékektől nagyon messze állnak, mondta a török elnök, aki hozzátette, Hollandia megfizet azért, hogy feláldozta a kétoldalú kapcsolatokat. A holland kormányfő azonban kitart döntése mellett. A konzervatív liberális kabinetet vezető Mark Rutte kizárta a bocsánatkérés lehetőségét, de hozzátette, hajlandó a feszültség enyhítésére. Néhány török politikus a nácizmussal és a fasizmussal mossa össze Hollandia nevét. Ezt az országot, mint a rotterdami polgármester is rámutatott, a II. Világháborúban a nácik lebombázták. Tehát teljességgel elfogadhatatlan ez a beszéd, erre nem lehet semmiféle mentség, mondta a kormányfő. Rutte azt is hozzátette, ha Ankara nem hagy fel az ilyen vérlázító kijelentéseivel, további opciókat is fontolóra vesz. Az amszterdami kormány nincs egyedül a konfliktusban. Nem csak Dánia és Svédország, de a holland politikai szereplők nagy része is kifejezte, egyetértenek a török miniszterek kiutasításával. Ez mindkét félnek kemény ügy, de a holland pártok nagy része támogatja a kabinetet és a rotterdami polgármestert, és ez jó dolog. Ez a tolerancia és a szabadság országa, és a törökök tanulhatnak tőlünk, mondta az egyik legnagyobb holland párt vezetője. Nem a szolidaritás útját választotta Franciaország. A párizsi kormány megengedte, hogy a török külügyminiszter Metzben tartson kampányrendezvényt. Mevlüt Cavusoglu kihasználta a lehetőséget, hogy Európában szídja Hollandiát. Hollandiát a demokrácia fővárosának nevezik. Én ezt idézőjelbe teszem, mert valójában a fasizmus fővárosa, mondta Cavusoglu. A rendezvény után a francia külügyminiszter nyugalomra intette Törökországot és Hollandiát is. Közleményében azt írta, a Metzi nagygyűlést a gyülekezési szabadság nevében engedélyezték. Korvin Tiborral, az ATV külpolitikai szerkesztőjével beszélgetek tovább a török-holland feszültségről. Szervusz Tibor! Szervusz Géza, köszöntöm a nézőket! Tibor, kezdjük azzal, hogy miért olyan fontos a török kormánynak, hogy Európában kampányoljon? Törökországban áprilisban egy olyan népszavazást tartanak, amely az elmúlt évek talán legnagyobb jelentőségű eseménye lesz az országnak. A prezidenciális rendszer bevezetéséről döntenek, amellyel Erdoğan elnök újabb évtizedekre betonozza be a hatalmát. A közvélemény kutatások és előrejelzések szerint Erdoğan jól áll a társadalomban, de mindenképpen meg akarták szólítani a nyugat-európai törököket is. Németországban, Hollandiában és Franciaországban összesen több millió török állampolgár él, akiket az ankarai vezetés korábban sem hanyagolta soha. Mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a külföldön élő törökök Erdoğan támogatói maradjanak. Ezért is látszik, hogy órák alatt képesek Erdoğan szimpátia tüntetést tartani Amszterdamban, Rotterdamban, Berlinben, és még hosszan sorolhatnám a nyugat-európai városokat. Csak szemléltetésképpen Németországban a 3 milliós török közösségből 1,5 milliónak van szavazati joga. Ez a szám pedig a negyedik legnagyobb választási körzetnek felel meg Törökországban.
Tibor, hogyha jól értem, akkor az alkotmánymódosítással Törökország feladná a parlamentáris rendszert. Így van, azt pedig mondanom sem kell, hogy nem az amerikaihoz hasonló elnöki rendszert állítanak majd föl, hanem éppen ellenkezőleg. Amíg érvényben lévő fékeket és ellensúlyokat is kiiktatják a rendszerből. A miniszterelnöki posztot például szinte teljesen formálissal tennék, helyette egy vagy több alelnök lenne, akik döntési joggal bírhatnak. Ugyanakkor az elnök lenne az államnak és a végrehajtó hatalomnak is a vezetője, úgyhogy megtarthatja a pártpolitikai kötődését is. Aztán fontos megemlíteni azt is, hogy az új alkotmány tartalmazza a parlament jogköreinek megnyírbálását is. Többek között a honatják elveszítenék a miniszterek munkájának ellenőrzéséhez és kivizsgálásához való jogukat. Tibor, láttuk, hogy Erdoğan megfenyegette Hollandiát, de konkrétan milyen eszközei vannak Ankarának egy uniós országgal szemben? A török vezetésnek ugye régóta feltett szándéka, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, aminek komoly feltételei vannak, és alapvetően alárendelt viszonyban kellene lennie. Teljesen felborította azonban a helyzetet az a menekültügyi egyesség, amelyet Németország vezetésével az Unió és Ankara kötött, mert így inkább az európai közösség biztonsága és stabilitása van függésben Erdoğan akaratától. Törökország ugyanis megígérte, hogy feltartóztatja menekült áradatot az országban, cserébe viszont vízummentességet, pénzt és a csatlakozási tárgyalások felgyorsítását kérte. Brüsszel ezeket a feltételeket nem teljesítette, mert Erdoğan egyre inkább diktatórikus irányba viszi az országot, és a feszültség már a tapintható. Éppen ezért érzi most úgy a török elnök, hogy gyakorlatilag bármit megtehet az Európai Unióval, mert pontosan tudja, hogy Európának nincs más választása a menekültüggyel kapcsolatban, mint megbízni a törökökben. Az ankarai uniós ügyekért felelős miniszter nemrég be is jelentette, hogy biztosan kivetnek Hollandiát sújtó szankciókat. Kérdés, hogy vajon meddig mélyül a diplomáciai válság? Köszönjük, Tibor. Köszönöm. Újabb civilek menekülnek el a Moszul nyugati részében dúló harcok elől. Az iszlám állam 2014-ben foglalta el a várost, amely mostanra az utolsó nagyobb fellegvára maradt Irakban. A kormányerők és szövetségeseik januárban foglalták vissza a Moszul keleti részét, 3 hónapnyi harcok után. A nyugati városrészt 3 hete kezdték felszabadítani. Biztonságos helyre értek ezek a moszuli családok, miután elmenekültek az iszlám állam fegyveresei elől. Becslések szerint a terrorszervezetnek még mindig több ezer tagja lehet a város nyugati részén. 14-15 embert láttam menekülni. Cikcakban futottak, mert az iszlám állam orvlövészei válogatás nélkül lőttek rájuk, a nőkre és a gyerekekre is, meséli ez a férfi. Az ENSZ becslései szerint már több mint 215 ezeren menekültek el a harcok elől, mióta a kormányerők tavaly megkezdték Moszul felszabadítását. Közülük 40 ezeren az elmúlt másfél hétben hagyták el otthonukat. Menekültáborba szállítjuk a civileket, a körözött személyeket kiszűrjük és letartóztatjuk. Róluk számítógépes nyilvántartást vezetünk, mondta egy katona. A kormányerők és szövetségeseik sokszoros túlerőben vannak. A hadművelet lassabban halad, mint várták, de egy hónapon belül le akarják zárni. A dzsihádisták élő pajzsként használják a civileket, és pokolgépeket hagynak hátra maguk után. A boltos élelmiszereket kapott, hogy segélyként kiossza. Amikor kinyitotta az ajtót, a bolt felrobbant. Sokan meghaltak, köztük gyerekek is, mondta ez a férfi. Az iszlám állam 2014 nyarán kalifátust kiáltott ki az által elfoglalt iraki és szíriai területeken. Az elmúlt hónapokban mindkét országban komoly veszteségeket szenvedett. Nem csak az iraki fellegvárának számító Moszult, hanem a szíriai központját, Rakkát is elveszítheti. Újabb függetlenségi referendum kiírását jelentette be hétfőn Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere. Az ország legutóbb 2014-ben szavazott a brit kötelékből való távozásról, akkor a maradás mellett döntöttek. A tavalyi Brexit népszavazáson a skótok többsége az Európai Unióban való maradás mellett voksolt. Skócia vezetői hónapokon át lobbiztak az uniónál, hogy a britektől függetlenül bennmaradhassanak az EU-ban. Sturgeon úgy fogalmazott, minden egyes kompromisszum kísérletük falba ütközött, és nem látnak jobb lehetőséget, mint elszakadni. Kérdés, mekkora tömegeket mozgathat meg az ügy Skóciában, ahol az elmúlt 3 évben 2 nagy népszavazási kampány is volt. Újra bíróság elé állították Franciaországban Carlost a sakált.
A venezuelai születésű terrorista többszörös életfogytiglani börtönbüntetését tölti. 2001-ben iszlám hitre tért és muzulmán szertartás keretében elvette ügyvédjét, miközben még mindketten házasok voltak. Most egy párizsi drogéria ellen elkövetett 1974-es merénylet ügyében folyik ellen eljárás. Sikerült évekig késleltetni a legutóbbi pert, amit Carlos a sakál ellen indítottak. A két halálos áldozattal és 34 sebesülten járó 1974-es merénylet ügyében 40 év után 2014-ben emeltek vádat ellene. Hosszas fellebezési eljárás után tavaly májusban dőlt el, hogy folytatódhat az eljárás. A férjem esetében nincs értelme bűnösségről vagy ártatlanságról beszélni. Ez tisztán politikai ügy, mondta Carlos felesége és ügyvédje. A magát szabadságharcosnak tartó terrorista 1975-ben egy csoporttal megtámadta a kőolaj exportáló országok bécsi központját, ahol túszokat ejtett. Azt követelte a hatóságoktól, hogy 2 óránként olvassanak be egy közleményt a médiában a palesztin ügyről. Már 15 éves korától érdekelte a politika. Tagja volt a palesztin népi felszabadítási frontnak. Mindig támogatta a palesztinok ügyét. A francia hatóságok 1994-ben Szudánban fogták el a sakát, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek 2 párizsi rendőr és egy libanoni forradalmár 1975-ös meggyilkolásáért. Később 4 másik franciaországi robbantás vádjában is bűnösnek találták. 22 évnyi börtön után fizikálisan és mentálisan is jó állapotban van. Hihetetlen, de ilyen a természete. Készen áll a jogi küzdelemre, mondta a vádlott ügyvédje. A 67 éves Ilich Ramirez Sánchez-t a palesztin népi felszabadítási front egyik ügynöke nevezte el Carlosnak. A sakál becenevet pedig egy újságíró aggatta rá, miután egyik búvóhelyén megtalálta a Sakál napja című regényt, amelyről azt hitte, hogy az övé. Teljesen felszámolt a 2008-as válság csúcspontján bevezetett szigorú tőkekorlátozásokat Izland. A korlátozó intézkedések egy jelentős részét már az év elején kivezették, most a lakossági és üzleti szektort érintő maradékrendelkezést is felszámolták a törvényhozók. Ez az elmúlt évek legfontosabb mérföldköve a gazdasági helyreállítást célzó programunkban, jelentette be az izlandi kormányfő. Közgazdászok szerint Izland története a válságból való kilábalásról kisebb csodaszámba megy. Az ország nagyobb bankokat is hagyott csődbe menni, a vezetőket elszámoltatták, miközben a lakosok számára lakáshitel elengedési programot hirdettek. Újraindul az elnöki székért Miloš Zeman. A cseh államfő azzal indokolta döntését, hogy érzi az emberek támogatását, és szeretné biztosítani a folytonosságot az ország számára. A hatályos jogszabályok szerint az elnöki mandátum Csehországban 5 évre szól, és egyszer meghosszabbítható. Zeman mindkét elődje 10-10 évet töltött a poszton. A cseh államfő az elmúlt években többször is élesen bírálta a német migráns politikát, és Európa iszlamizációjára figyelmeztetett. Bírálói úgy vélik, túl szoros kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyinnal. Bár Csehországban a választások csak jövő év elején esedékesek, Miloš Zeman már jelezte, másodszor is indulni kíván az elnöki székért. Az egyik legfontosabb oka a döntésemnek a cseh média volt. Minden egyes ellenem irányuló támadás csak eltökéltebbé tett, hogy ismét rajthoz álljak. Ezért köszönettel is tartozom az újságoknak, fogalmazott Zeman egy hétvégi sajtókonferencián. Az államfőt sokszor kritizálták azért, hogy túlságosan jó viszonyban van Vlagyimir Putyinnal. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre ezúttal ironizálva válaszolt. Igen, tisztában vagyok azzal, hogy egy orosz ügynök, méghozzá Vlagyimir Putyin ügynöke vagyok. De ne álljunk meg ennyinél. Kínai és amerikai ügynök vagyok, sőt, izraeli is. Igen, véget akarok vetni az Oroszország elleni szankcióknak, és kölcsönösen előnyös gazdasági megoldásokra törekszem. De csak egyetlen oldalnak vagyok az ügynöke. Ez pedig a cseh köztársaság, mondta oroszul. Közvéleménykutatások szerint a vezetőnek komoly esélyei vannak a győzelemre, és ezt még ellenfelei is elismerik. Borzalmas évek jönnek, biztosan nyerni fog Zeman. Egyetlen épkézláb ellenjelölt sincs, mondta egy fővárosi nyugdíjas. Az elnök nem csak a Moszkvával való kapcsolatban, de a migráció kérdésében is osztja a kelet-európai országok véleményét. Tavaly többször is élesen bírálta Németország migrációs politikáját, és Európa iszlamizációjára figyelmeztetett.
Elemzők szerint Zemánnak egyedül az egészségügyi állapota árnyékolhatja be a győzelmét. A politikus cukorbeteg, egyre rosszabbul hal, és problémái vannak a járással is. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!